és hívhatjuk bárhogy, ez már rég nem az a feltétel nélküli alapjövedelem, amiről sok helyen egyébként szóval is próbálkoznak. Milyen feltételekkel juthatna hozzá az állampolgár egy ilyen? Most garantált minimumjövedelemről beszélünk, az a feltétel, hogy ne legyen olyan magas jövedelme, ami ebből kizárja, tehát most tényleg ez egy sokkal célzottabb. Nem mindenki kap, Mészáros Lőrinc. Akkor ez nem alapjövedelem. Ez már nem alapjövedelem. Igen. Szerintünk egy politikai közösségnek, amit az állam testesít meg, és a kormány kéne, hogy intézze ennek megfelelően a dolgaikat, ez lenne a feladata. Úgyhogy mi továbbra is szíves örömest javasoljuk az alapjövedelem bevezetését.